a legkisebb kézilabdások edzése zajlott a Tolnavárosi sportcsarnokban. Ők heti két alkalommal ragadnak labdát, hogy elsajátítsák játékos formában a sportág alapjait. Az egyesület serdülő ifi csapata létszám szempontjából jelenleg nem áll fényesen, mondja az elnök. Változás van a Tolna kézilabda sportklubban. Hát sajnos a serdülő és ifi csapatunk kicsit megcsappant, de nagy örömünkre, akik vannak, az a 12-13 lány, ők nagyon intenzíven is harcia, tehát jönnek edzésre és harciassak a mérkőzéseken. És nagy örömünkre most a mostani pénteken 3 góllal győztünk is, úgyhogy nagyon lelkesek voltak, és én ezt szeretem a kézilabdába. Nem biztos, hogy nyerünk, de legalább élvezzük a játékot, és menjünk, és csináljuk, amit tudunk, és akkor előrébb fogunk jutni. Ott aztán van egy kis űr, mert többen abba hagyták, ilyen 12-13 évesek, és sajnos ott nem tudtunk indítani csapatot, de meg nagy örömömre ott is, az a 7 lány, aki megmaradt, azok járnak az ifisekhez edzésre, és szerintem őnekik a fejlődésük, tehát lehet, hogy 1-2 év múlva már tudunk majd serdülő csapatot indítani, mert ők azért ott sokkal jobban fejlődnek a nagyobbak között, és kitartóak, és azt mondták, nem baj, ha nem játszhatnak, de ők szeretnének edzésre járni, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. És ami örömteli, hogy nagyon ismét megint kivittünk több száz levelet az iskolákba, az óvodákba plakátot, az óvodákba szórólapokat, és nagyon sokan jöttek lányok, és az idéntől már fiúkat is fogadunk, hogyha szeretnének kézilabdázni, vagy szeretnének csak mozogni. Annyi változás van, hogy az a 7. vagy 7-8 évesek között, 8-9 éveseknél nincs kimondottan kézilabda verseny, hanem inkább ilyen fesztivál napokat fogunk szervezni, ahol ilyen ügyességi, labdás, még mindenféle játékokat, akadálypályákon kell a gyerekeknek végigmenni. És ehhez ugye kellenek az atlétikai mozgások, meg tehát ezeket tanuljuk, persze természetesen beleszőve egy kis kézilabdát, hogy majd a későbbiekben legyen alapja a kézilabdának. És ezért szeretettel várunk bárkit, tehát fiút, lányt, bárkit, aki szeretne mozogni, mert nem kimondott kézilabda van 7-8 évesen, 9 évesen, hanem inkább ezek az ügyességi játékok és a mozgáskoordináció, a mozgásfejlődés, ezt szeretnénk előtérbe tenni. A 10-11 éves gyerekeknél oda is nagyon szépen jöttek új gyerekek, ott viszont ugyanez az alapja, de már lesz kézilabda. Tehát ott már játszunk kézilabdát is, de még mindig ilyen fesztivál jelleggel, akadálypályák, és utána lesz a végén, azon a nap végén mérkőzéseket is játszunk, tehát ott már azért megjelenik a kézilabda, és akkor utána, 11 év után, amikor már a bőrlabda jön, és nem a szivacs, akkor lehet már az igazán a kézilabdát, amikor már 11 évesen nagyjából érti, hogy mit akarok, mert 8 évesen még nem biztos, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy indulócsel, meg átemelés, meg fogja, megtanulja, mert belemegy vagy megtanulja a mozdulatokat, csak nem tudja annyira értelmezni még, legalábbis szerintem. Beleteszed az ellentétes lábad, ugye van egy lövőkarod, amivel gólt lősz, tedd fel azt a kezedet, melyikkel lősz gólt? A másik lábadat tedd bele a karikába. Nézd, hogy csinálom? Nézd meg az én lábamat. És most úgy csinálom, hogy merre kell nézni a labdánál lövéskor? Merre van a labda? Arra ki, tiétek arra. Kifelé nézve, tiétek arra. Fordíts ki.
Az óvodából is jöhetnek fiúk, lányok, ott is nagyon-nagyon szépen voltak már tavaly is, és ugye a tavalyi csoportból azt hiszem 8-an feljöttek már a 8 évesekhez, tehát edzőváltás lett. A Zsuzsa nénivel megint ismét lesznek az óvodások. Hát azt mondjuk, hogy 4-5 éves kortól, de van, aki 3 éves, ez mind gyerektől függ. Tehát ha egy 3 éves van olyan, hogy még este 5-től 6-ig tud valamennyire koncentrálni, de ott is kimondottan csak játékok vannak, hogy veszem föl a labdát, milyen a terpesz, melyik a jobbra, melyik a balra, mely fölemelem, leemelem oldal, tehát ezeket játsszuk, és természetesen sok játékkal. És 3 éves kortól lehet jönni, de igazándiból, ahogy a tapasztalat van, inkább 4-5-6 éves kor, amikor már itt maradnak. De ha jön például egy nagyobb tesó, és hozzák a kicsit, akkor simán itt marad. Tehát simán itt maradnak már 3 éves kortól is. Ha csak itt elszaladgál, és nem beszél az edzésen, már akkor is szívja magába ezt a kis mozgást, meg a kézilabdát. Tehát az egyesület most elsősorban az utánpótlás kinevelésére összpontosít. 11 évesen már nem nagyon dönti el, akkor már azt mondja, hogy én ezt csinálom, vagy azt csinálom, azt a sportot, akkor már nem nagyon jön az, hogy most nagyon ritka, de jönnek, tehát még az idén is voltunk olyan, hogy 15 évesen idejött és szeretne kézilabdázni, nagyon örülünk neki, mindenkit várunk, nem csak a picikéket, a nagyobbakat is várjuk, de az már egy ritkább, de mondom, tudok több lányt is mondani, aki 14 évesen jött ide, hogy most szeretne kézilabdázni. De igen, most megpróbálunk alulról, mert ugye alulról tudunk csak felfelé építkezni, és megpróbáljuk azokat a gyerekeket, akik itt maradnak 2-3 évig, ugye még a piciknél, azokat már itt tartani, és elkezdeni a rendes oktatást a kézilabdázáshoz. A versenyek tekintetében ifi U19-ünk van, a megyeit sajnos nem tudtuk indítani, mert ugye ma ez a 12 ifistából 5-en érettségiznek. Most 5-en érettségiző lányt még elvinni megyébe, ahol még plusz napokat játsz, tehát nem tudjuk ezt így megoldani, mert mi azért figyelünk, tehát legalábbis én úgy gondolom, hogy azért szem előtt tartjuk azt, hogy érettségiznek, nem mindig van itt minden edzésen, ez is megértjük, tehát megpróbáljuk így az iskolát is figyelembe venni, tehát nem szerettem volna túlterhelni, és nem szerettem volna visszamondani olyan mérkőzéseket, hogy ne tudjanak eljönni a gyerekek. Utána a következő, ugye az U10-ben most neveztünk, ott lesz már 5 forduló ebbe az évbe, lesz 5 forduló, ugye az U9-8-nak most nem lesz fordulója, mint eddig, hanem fesztiválok lesznek majd tavasztól, úgyhogy azokkal pedig oda megyünk. És van még egy plusz, amit a kézilabda csapaton belül végül is vállaltunk, amit az MKS indít, vagy a Kézilabda Szövetség indított, hogy vonjunk be iskolákat a kézilabdázásba, és ezen dolgozunk, hogy ez hogy fog majd megvalósulni. Úgyhogy ez ami még pluszba szeretnénk megcsinálni.